Tavaly az 50. hétvégén indult el az influenza szezon hazánkban. Jelenleg most a 47. hétvégén járunk, így még nem késő beadatni a védőoltást. Az influenza minden évben változik, így idén nem ugyanaz az oltóanyag, mint tavaly. A neve megegyezik, de az összetétele már más. A vakcinát akkor javasolt beadatni, amikor egészséges a szervezet. A védőhatás kialakulásához körülbelül 2 hét szükséges. A fiatal felnőttek körében volt most az utóbbi a hetekben a legmagasabb a megbetegedések száma. Úgyhogy javasolni, én mindenkinek javasolnám. Tavaly járványok voltak Ukrajnában, és halálos áldozatot is követeltek. Nem szeretnénk, hogy itt Magyarországon bármilyen ilyen jellegű szövődménye lenne az influenzának. Mindig szokott lenni, de halálos jellegű szövődménye, hogyha lehet, hogy ne legyen. Az oltásoknak a legtöbb esetben nincs mellékhatása. A témáról korábban 35 perc című műsorunkban is beszélgettek. Sajnos általános tapasztalat évről évre, hogy sokan úckodnak a védőoltástól. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy bármiféle mellékhatással járjon, és azok is enyhék szoktak lenni, tehát az oltás helyén esetleg egy kis izomfájdalom, esetleg egy kis hőemelkedés, de az esetek többségében, amit az oltás mellékhatásának tulajdonítanak, az egy utána lévő vírusos vagy bakteriális fertőzés szokott lenni, nem pedig ténylegesen a védőoltásnak a mellékhatása. Az ilyen súlyosabb oltási szövődmény pedig hál' Istennek extrém ritka. Az influenza elleni védőoltást ingyenesen megkaphatja minden krónikus betegségben szenvedő, a 60 évesnél idősebbek, illetve a várandós nők is. De azok is térítésmentesen jutnak a vakcinához, akik munkájuk során migránsokkal kerülnek kapcsolatba, egészségügyi és szociális intézményekben dolgoznak, ettől az évtől pedig a pedagógusok is. Több portálon is megjelent az elmúlt napokban, hogy az idei szezon a korábbi évekhez képest veszélyesebb lesz. Se megerősíteni, se cáfolni nem fogom tudni. Egy biztos, hogy változik maga az influenza vírus, és az, hogy most például Ausztráliában már azt halljuk, hogy igenis tombol a járvány, és halálat áldozatokat is szed, ez azt jelenti, hogy bármikor igenis hozzánk is elérhet. Ma az, hogy repülővel jövünk, megyünk, így hozhatjuk magukat a kórokozókat is, és egyáltalán nem kizárt, hogy nálunk komoly járvány legyen. A megyei tiszti főorvos elmondta, tavaly a vakcinák 70%-át használták fel. Idén remélik, az oltóanyag teljes mennyiségét beadják majd a lakosság valamennyi részének.